Jó reggel, sziasztok, Csárpánk vagyok. Ez a kávésüti Bitcoin 2022. december 19. napja van. Lássuk, hogy mi újság a Bitcoin piacokon. Mielőtt azonban Bitcoin piacok, hogy egy kicsit perspektívába helyezzük magunkat, nézzünk rá röviden az amerikai részvénypiacra, az S&P 500-nak a grafikonjára. Hétzárás volt ugyanis, és azt látjuk, hogy egy rettenetesen medvés hetet zárt az amerikai részvénypiac. Itt ez a gyertya ez egyáltalán nem néz ki jól, óriási hosszú víg felfelé, ish kicsi test itt alul, egy mean reversion követő mozgásban, ez egyértelmű konfirmációja a trendfolytatásnak a trend az ugye lefelé van, látjuk, hogy ebben a trendben kaptunk itt egyfajta ilyen mean reversion a mozgó átlag felé visszatérést, ezt a csárpánk oszcillátorban egy lefordulás jelezte a Momentumban, itt a rövid mozgók lefordultak, és egy trendfolytatás következett be. Itt láttunk egy hasonlót nyáron, ismételten, amikor a csárpánk Momentum oszcillátor lefordult, és a rövid mozgók lefordultak a hosszú mozgóról, megjöttek a piros gyertyák a csárpánk indikátoron, csárpánk kereskedési rendszerben megint rendfolytatás történt, és én ugyanezt látom a mostani pillanatban, egy medvés gyertya szerkezetet látok, tehát a price section az egyértelműen egy medvés fordulatot jelez, csárpánk momentum oszcillátor konyú lefelé, és a két rövid mozgóátlag, az készül ismét lekeresztezni, a 30 periódusos mozgóátlagnak a szintjét, és ezt a trendfolytatást csak megerősíti nekem, ha átmegyek a nasdaq a grafikonjára, ahol ugyanezt látom, mégpedig azzal, hogy itt a mean az még keresztül se tudott menni a magas 30 periódusos mozgóátlagnak a szintjén, itt is itt van ez a nagyon medvés gyertya formázat, csárpánk momentumos szilátor szépen konyul lefelé, úgyhogy az amerikai részvénypiacokon minden jel arra mutat, hogy ennek a medvetrendnek a folytatása következik, és ez a lefordulás, ez vélhetően egy lefele mozgást fog eredményezni. Meglátjuk, hogy az eresében ez hogyan fogja magát kiadni. Itt a láthatjuk például, hogy ezek között a pontok között volt egy, egy divergencia, itt mélyebb mélypont volt, még itt az eresinek a mozgásában emelkedő mozgást látunk, tehát alapvetően azért látszik itt a hetes fél valamiféle divergencia az árakció és az eresi között. Kíváncsi vagyok, az lenne az érdekes, hogyha az ár most egy újabb, mélyebb mélypontot csinálna, míg az eresi egy újabb, magasabb mélypontot csinálna, ezzel ugyanis megmaradna ez a divergens jellege a mozgásnak, és ez utalhatna arra, hogy ez a medve piac ez egyszer a valamikori közeli vagy középtávoli jövőben véget érhet. És akkor Bitcoin grafikon tulajdonképpen, hogyha hetes idősávon ilyen messziről nézzük, akkor azt látjuk, hogy az árfolyam még mindig ezen a szinten a 2017-es Bika piacnak itt ezen a felső deviációs szintjén támaszkodik. Itt ez a, a pár egy hetes gyertya, ami gyakorlatilag 17.000-től 20.000-ig vitte a Bitcoinnak az árfolyamát, ez már a végső deviáció volt. Lehet azt mondani, hogy ez volt itt tulajdonképpen annak a piacnak a teteje a 17.000 dollár magasságában, és lehet amellett érvelni, hogy most ezen támaszkodik a bitcoinnak az árfolyama, itt ezen a jelenlegi szinten. Azt is érdekes, érdemes megfigyelni, hogy az eresi mozgásában egy folyamatos lejtmenet látható, ami még mindig egészen egyértelműen fennáll. Itt az eresének a, a mozgásában ezt korábban így rajzoltuk, és azt néztük, hogy talán lehetséges az, hogy itt most már kioldalazott ebből a, ebből a csökkenő trendből az RSI az elmúlt időszakban, de én azt gondolom, hogy itt ez a, a, ez a csúcspont, illetve ez a mostani lefordulás egy újabb tökéletes csúcspontot adott nekünk ahhoz, hogy ebben a formában rajzoljuk az RSI mozgásában ezt a lejtmenetet, ebben a formában pedig ez azt jelenti, hogy igenis az RSI alapján még mindig benne vagyunk abban a csökkenő mozgásban, ami igazából érdekes módon itt 2021. januárjában már elkezdődött 37 ezer dolláros magasságban. Az eresi alapján egyébként, ezt mondtam már nektek korábban, ez nekem azt mondja, hogy ez az egész, ami itt történt, ez mind-mind egy deviáció. Ez egy óriási divergencia volt, ez a piacba beöntött rengeteg spekulatív plusz pénznek a következménye, ami belefolyt a bitcoinba. Igazából az eresi mozgása alapján lehet amellett érvelni, hogy a bitcoinnak a korrekt értéke az valahol 38-40 ezer dollár magasságában tetőzött, és minden, ami afölött történt, az tulajdonképpen egy deviáció, egy divergencia volt, és ennek a bulinak a másnapja az, ami jelenleg történik. Minden esetre azt látjuk, hogy az eresi egyértelműen lefele trendben van még mindig, és a bitcoin piacán is egy medvepiacot látunk, hiszen a csárpán kereskedési rendszerre, ha ránézünk, folyamatosan dobálja nekünk a piros gyertyákat, azaz egyértelműen a háttérben figyelt momentum indikátorokon egy medvepiacot Azonosít a csárpán kereskedési rendszer. Továbbá azt látjuk, hogy a mozgó átlagok egy medvés elrendezésben vannak, magas mozgó átlag jön lefelé, a két rövid mozgó átlag pedig itt kanyarok alul, ez egy medvepiaci mozgás. Egyedül a csárpánk momentum oszcillátor, ami érdekesen mozog itt az elmúlt heteknek az árakcióját követően, egy picitől, mintha itt elkezdett volna felfelé kanyarodni. Ez egy apró cseprő jó hír, nyilván ezt azon alacsonyabb idősávokon. Látszik is, hogy ezt miért teszi ez az indikátor. Ez egy érzékeny momentum indikátor. Én azt gondolom, hogy amikor ő itt lefordul, az lesz a jele egy újabb ad absurdum sortos beszálló lehetőségnek a bitcoin piacán. Háromnapos bitcoin grafikon, kedvenc befektetési idősávom. Itt beszállási jelzés a bitcoin piacára egyáltalán nincsen. Szoktam nektek mondani, hogy mi egy beszállási jelzés, egy beszállási jelzés el a csárpán kereskedési rendszer szabályai szerint az, amikor a rövid mozgók felfele keresztezik a hosszú mozgót, a hosszú mozgó elkezd emelkedni, és a csárpán indikátor zöld gyertyákat kezd el dobálni nekünk. Nem árt, hogyha a trendben egy korábbi csúcsot közben kivesz az árfolyam. Itt legutóbb ennél a pontnál láthattuk, hogy már elindultak fölfele a rövid mozgó átlagok. Itt kaptunk egy zöld gyertyát, de ennél a pontnál jeleztem nektek, hogy a trendben itt van egy korábbi csúcs, ezt ki kellene ahhoz venni, hogy meglegyek arról győződve, hogy változhat a trendnek a struktúrája, az nem történt meg, és trend folytatási mozgást kaptunk, úgyhogy háromnapos időságon csárpán kereskedési rendszer szabályai szerint a bitcoin piacára jelenleg befektetési, belépési jelzés nincsen. Egy napos bitcoin grafikon, itt most levettem a csárpán kereskedési rendszernek a gyertya színezését és a mozgó átlagokat a csártról, mert ezen a grafikonon én azt szeretném nektek megmutatni, hogy milyen szépen adja a bitcoin piac lefele a szinteket. Itt volt egy, egy decemberi leszúrás, ennek ugye itt volt egy visszatesztje, és onnan elkezdődött egy lefelé mozgás, aztán itt volt egy januári mélypont, ennek itt kaptuk meg fölfele a visszatesztjét, és indult lefele a mozgás, itt volt májusban egy mélypont. Nézzük meg, hogy a piac ezt a szintet is itt milyen szépen visszatesztelte, és folytatódott tovább lefele a mozgás, és hogy miért rajzoltam én ezt föl, azért, mert itt idén júniusban volt egy mélypont, amelynek a mostani piaci mozgásban én egy egyértelmű visszatesztjét láttam. Ezt lehet vonallal rajzolni, lehet egy, egy szintként is rajzolni. Itt látszik, hogy ezen a ponton volt a bitcoinban egy zóna, egy olyan ilyen keresleti zóna, amely itt Egyértelműen ennek az uganásnak a végét jelentette ezzel a szép gyertyával, támazott ebből a zónából a bitcoinnak az árfolyama, és utána ezen nagyon sokáig meg tudott támaszkodni. Tehát ebben a zónában egyértelmű kereslet látszott a bitcoin iránt. Az most már látható, hogy egyértelműen ez a szint, ez ellenállásból lett fordítva, hogy ez honnan látható. Ha megnézitek ezt a gyertyát, ez egy igazi. Ilyen zóna konfirmáló gyertya, egy hatalmas fölfele vik, ilyen minikis test és egy ilyen impulzív mozgás ezt követően. Látjuk, hogy a Csárpánk Momentum oszcillátor is ismét elindult délfelé itt a napos grafikonon. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt ezen a szinten, igazából, amit itt látunk, ezen az utolsó szinten egy újabb alacsonyabb mélypont keletkezett a Bitcoinnak a piaci szerkezetében. Látjuk, hogy egyfolytában. Folyamatosan alacsonyabb mélypontokat gyárt nekünk a bitcoin, itt vannak az egyre alacsonyabb mélypontok ebben a mozgásban, és így tovább tudnám rajzolgatni még fölfelé. Azok most nekünk nem is érdekesek, mert ami már 25 ezer dollárnál van, az szinte beláthatatlan messzeségben van. Azért rajzoltam nektek ezeket a vonalakat, mert én nekem szilárd meggyőződésem, hogy itt 18 ezer dollárnál, az történt, hogy kaptunk ismét egy alacsonyabb csúcspontot a bitcoinnak edve, ebben a 2021. novembere óta tartó medvetrendjében. Ez ismét egy olyan pivot szint, amely alatt minden mozgás, ami történik, az egy medvepiaci trend folytató mozgás, illetve esetleg korrekció, mindaddig, amíg ez a szint, ez nincsen egyértelműen kivéve, nincsen átkereskedve és támaszba fordítva, addig mindenféle mozgó átlag nélkül, kizárólag a price actionre figyelve is egyértelműen látható, hogy a bitcoin egy medvepiacon van, lefelé trendel. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid reggeli Bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a Bitcoin piacán. Amennyiben ez így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, és találkozzunk holnap reggel a következő Bitcoin piaci elemzésben, addig pedig szép napot és jó kereskedés nektek. Sziasztok!